Miért? Hát Péter bent ejtő. Becsapjuk a Péter. Remélhetőleg átverődik. Szörnyű. De nem mered jobban, félsz egy kicsit. De ez elég, azt ne viszi el a fél ügyet. De ez nem jó, de hát akkor nem poén. Hát nem viszi el, akkor nem viszi el. Hát egy pillanat, az a pillanat az érdekes, amit elnéz az óta. Ez jó, elég. Hát jó, most. És kijön és hasba jut az ajtóval. Hol tartunk a repülés történetében? Ha úgy veszük, sehol nem úgy veszük. De nem találtunk ki semmit a Daedalus és Icarusra, a Pegasusra, a Repulszegre, a Leonardo-ra. A Mester és Margaritában úgy belekezdtünk, hogy akkor legyen meg ez a jelenet. Egyszerűen csak játsszuk el ezt a jelenetet, hogy a két csaj keregeti magát, és jön a szomszéd. És... Hozzunk sorsot, ti ébresszél fel. Te! Finoman ébresszél. Péter! Szóval, hát jól kilőttetek magatokat, menjünk haza, holnap ismertek. De ismertek a darabot, mert a tizen... Ugyan? Persze, egy gyors cenzúrát csinálom. Mindjárt adom. Remek a mű. Mi? Csú. Hogy ment? Hát látom, a 4 óra. Jaj, miért tartok ki magatokat? Hogy ne ijedj meg az időtől, mert most helyreállítjuk a kizökkent időt. Csak azért, hogyha akarsz egy harmadik darabot, akkor most visszaállítom a megfelelő helyre a mutatókat. Figyelj, hogy mennyit jelünk. Még lehet írni, tehát fél négyig íratunk egy harmadikat. Hát ez nagyon szép lehet. Komolyan mondom? Hát persze. Jó lesz? Persze. Vesző is. Annyi lehetőség van benne. Szinte végtelen. Amit mi gondolunk. Szinte végtelenül sok repülni fogunk. Lábunk nem éri a földet. Kérem, itt a tiszta szobába elénk, tehát úgy kezdjük, hogy a szélén levesz mindenki egy cipőjét, és rálép erről, és rögtön más lesz a mozgása. Kivéve, ez hol van ez a színpad? A színpad, és egy podest sor előtte, a van kibővítve. Ahogy szoktuk. És akkor a Willinek van ott erről az a kifutópálya, az összes repülési kísérletet megteheti legelő a podest soron. Teke matró! Jaj, próbáld kimondani a nevét a passzák. Többször egymást. Próbáld ki egy pici szület és gyorsan kimondani a nevét. Nézd föl, bár most majd kitudom, hogy búdva, jó? Kármán Tódor. Tovább képződ, ugye, színjátszó rendezőit tovább kizmegzi. Alolott a Balaton mellett szánkán, és meghívtak minket, mint renitenseket, mi tartsunk kurzust nekik. És mi megbeszéltük, hogy mi nálunk annyira megy a kommunikáció, hogy mondunk egy szót, és akkor arra történik valami. Volt a Puskin 2. És hát a Puskin 2-re annyira lábujjhegyre kellett állni, hogy elemelkedjen az ember a földről. És kértük, hogy a teljes csend legyen, mert a Puskin 2 csak úgy lehet végre. Így mondtunk egymásnak ilyen teljesen indiferens szavakat, és arra csináltunk valamit, és akkor jön a nagy Puskin 2. Az egyik srác elkezdett lábujjhegyre állni hihetetlenül lassan, és mondtuk, hogy teljes csend kell, mert el fog emelkedni a földről. És
már akkor annyira fene gyerek hírében álltunk. Lélek visszafolytva. És akkor valamelyik hallgató véletlenül elköhintette magát. A nagy izgalomban. Így nem lehet. És teljesen összetörve a nő, aki elköhintette magát, kiment. Tel feltette, egész életén keresztül, ott itt a rövetes gyerekből, Mattar lőtte. A gyerekből, a gyerekből, a gyerekből, a szörtette, rotottatta le bele. Választod el a feleségedtől? 40 megőrült. Megőrült? 50 év nagyon is nevethetem. A légimarssal megadja a jelet, neki is van a kis szárnyai, és lead valami különös jelsorozatot, ettől beindul a légierő. Nektek ebben beszédet kéne mondani, hogy nincs összeegyezve az időbe. És egy ilyen beszéd. Ő megpróbálja, te megpróbálod, nem jön össze igazából a beszéd. Ez lenne az első. De úgy érkezünk, hogy a zené, nem erre a zenére, ez nagyon vicces, tehát valami indulóra. Itt mindenki levesz a cipőjét. Azért, mert minden fehér lesz. És akkor zokniba jön a menet. Bejön zokniba. Körülállunk, bejön egy lány tárcával. És fölrakja a szárnyakat. Egy kicsit a légierő is benne legyen, neki ott tangol lampa, nem ilyen repülő is. Túllépte a hangsebességet. Nézzétek egymás büszkénni, olyan finom a fordítsátokat a fejeteket, mosolyog. Most utána, most legyen egy kis szünet, jó? Tartsunk szünetet. Utána jönnek a repülés történetek, az egy újabb fejezet. Nem jó, minden. Csak nem áll össze. Nagyon pici a szalvetta. Fölemelkednek. Akkor mind a kettőt onnan húzzuk be, jó? Jó, én leszek a Jafar. Te jó! Ja, nem, én csak... Wind! Wind! Csajnalfényben én lakos körül, egy kis barna bőrű bús legyen. Mindig van másik beszél. Építs egy hidat, csinálj egy szobrót. Nem tudod, hogy az előtt a visszaszöggesztős. Mi? Ne vedd észre. De az? Egyre mondott egyen, az már így a lefárnalás jó. Nem húzik a dolcsi szonát, azt a szántok vermény. Nem elég Leonardos, nem? Elég Leonardos ez. A gyakorlatot Puskin 2 névre kereszteltem. Tehát akkor most a Puskin 2 következik. Együtt az ember sok mindenre képes. Gravitációt is le tudja győzni. Ehhez az önök segítségét kérem. Teljes csendet kérek.
Ez lesz az előadás vége. Most együtt felemelkedünk. Kirepülünk a szépen. Tessék, hozom el. Fej. 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 Fej